Sziasztok! Nagygyögy Kristóf vagyok, a Miroslav Antich általános iskolában. Ezen az órán pedig a tizedes számok kivonásával foglalkozunk. Az előzőekben már láthattuk, hogy kell két tizedes számot összeadni, most megnézzük, hogy hogy működik a kivonásuk. Itt is az egyetlen dolog, amire igazán figyelni kell, az az, hogy mindig a két tizedes számot úgy írjuk le egymás alá, hogy a tizedes vesző az mindig a tizedes vesző alá kerüljön. És itt is lényegében a helyi értékek szerint haladunk sorba, tehát először is 3-ból kivonjuk az egyet, az pedig 2. Ezután megyünk tovább, itt most 3-ból 5-öt azt nem tudunk kivonni, ezért először is innen elveszünk egyet, és akkor itt lényegében nekünk lesz 13, 13-ból 5, az pedig 8. Ezután, mivel itt 1-ből megint csak nem tudunk kivonni 4-et, ezért először is a 9-ből elveszünk egyet, és akkor itt ugye bár lesz nekünk 11. 11-ből pedig most már gond nélkül ki tudjuk vonni a 4-et, és akkor kapunk 7-et, 8-ból pedig, hogyha kivonjuk a 3-at, akkor kapunk 5-öt. Tehát a két számnak a különbsége az 57,82 század. A másik esetben mit látunk? Nekünk itt ugyebár az első számunkban egy számjegye kevesebb van, tehát itt nekünk ugyebár csak 73,1 tized van, és ezt már a múltkor is említettük, hogyha nincs elég számjegyünk, akkor az bármikor ki tudjuk pótolni nullákkal. És akkor mit látunk? Itt nullából 3-at azt nem lehet kivonni, tehát először is innen elveszünk egyet, és akkor itt lesz ugyebár 10. Most már 10-ből 3-at gond nélkül ki tudunk vonni, és megkapjuk, hogy az ott 7. Ezután, itt mivel nekünk most már csak 0 van, abból nem tudjuk kivonni a 8-at, ezért először is a 7-ből elveszünk egyet, és akkor itt nekünk lesz 10. 10-ből pedig a 8-at most már gond nélkül ki tudjuk vonni, és kapunk 2-t. Ezután, mit látunk 2-ből, 5-öt nem tudunk elvenni, ezért először is fogjuk a 7-et, abból elveszünk egyet, és akkor itt nekünk a 2 helyett lesz 12, amiből most már ki tudjuk vonni az 5-öt, és 12 mínusz 5 az 7. Utána pedig a végén, hogyha 6-ból elveszünk egyet, akkor megkapjuk, hogy 5, tehát a két számnak a különbsége az 57,27. Akkor nézzünk néhány feladatot ezzel kapcsolatban. Tehát az első részünk az az lesz, hogy 4,6-ból ki kell vonni 3,2-t. Itt is a legjobb, hogyha rögtön fölírjuk őket egymás alá, és akkor 6-ból, hogyha elveszünk 2-t, akkor ott marad 4, a tizedes vesző marad ugyanott, ahol volt, és 4-ből 3, az pedig 1. Tehát a két számnak a különbsége az 1,4. Rátérünk a B alatti részre, 61,22-ből ki kell nekünk vonni 31,24-et. Itt megint csak arra kell ügyelni, hogy tizedes vesző alá kerüljön, és akkor itt, mivel 2-ből nem tudunk kivonni 4-et, először is elveszünk innen 1-et, és akkor itt lesz 12. 12-ből 4, az 8, itt pedig 1-ből, mivel nem tudunk kivonni 2-t, akkor innen is elveszünk 1-et, és akkor itt lesz 1, itt pedig marad 0. 11-ből 2, az pedig 9. Ezután 0-ból 1-et nem tudunk kivonni, tehát először is a 6-ból elveszünk 1-et, akkor ott marad 5, itt pedig nekünk lesz 10. És 10-ből 1, az 9, 5-ből pedig, hogyha elveszünk 3-at, marad 2. Tehát a két számnak a különbsége 29,98. És akkor most még nézzük a C alatti részt. 1,627-ből. Nekünk ki kell vonni 0,948-at. Megyünk sorba, 7-ből 8-at nem tudunk elvenni, tehát először is innen elveszünk egyet, és akkor itt nekünk lesz 17-ből 8, az 9, 1-ből 4-et nem tudunk kivonni, tehát elveszünk a 6-ból 1-et, akkor itt marad 5, itt pedig lesz 11. 15-ből 4, az 7,
Itt 5-ből 9-et nem tudunk kivonni, tehát innen először is elveszünk egyet, akkor itt marad 0, itt pedig lesz 15. 15-ből, hogyha elveszünk 9-et, akkor kapunk 6-ot, ezután leírjuk a tizedes vesző, és 0-ból, hogyha elveszünk 0-at, akkor az marad 0. Tehát itt a megoldás 0,679. És akkor rögtön megcsinálhatjuk akár a második feladatot is. Tehát 4-ből ki kell vonni 0,46-ot. Na most mire kell ügyelni, hogy itt nekünk csak simán 4 egész van. Akkor az alá kell nekünk lényegében a 0 egészet írni, tehát itt lesz ugyebár 0, és akkor ide jön a tizedes vesző, és a 46. Tehát arra ügyeljétek, hogy ha egész számból vontok ki, akkor mindig a tizedes számnak is az egész részét írjátok alá, és akkor ez itt lényegében nem más, mint 4,00. Tehát mondtuk, hogy nullát az bármikor lehet utána írni, az nem változtat az értékén. És mit látunk? Nullából 6-ot nem lehet elvenni, viszont innen se tudunk venni egyet, szóval rögtön a 4-ből elveszünk egyet, tehát akkor itt marad 3, itt pedig lesz 10. Na most, akkor a 10-ből elveszünk egyet, akkor itt marad 9, itt pedig lesz 10. És 10-ből 6 az 4, 9-ből, hogyha elveszünk 4-et, marad 5, itt pedig 3-ból, hogyha elveszünk 0-át, marad 3. Tehát a két számnak a különbsége az 3,54. Akkor rátérünk a B alatti részre, 132,55-ből nekünk ki kell vonni 23,9-et. Na most, mivel nincs elég szemjegyünk, ezért itt föltölthetjük nyugodtan nullával. 5-ből, hogyha kivonunk nullát, akkor még mindig marad 5. 5-ből 9-et nem tudunk elvenni, tehát innen először is elveszünk egyet, és akkor itt lesz 15. 15-ből 9, az pedig 6. Itt 1-ből 3-at nem tudunk kivonni, tehát akkor a 3-ból elveszünk egyet, és akkor itt lesz 11. 11-ből 3, az 8. 2-ből 2. Az 0, 1-ből 0, az pedig 1. Tehát a két számnak a különbsége 108,65 század. És egy maradt még hátra, 47,6543. Ebből kell nekünk kivonni 8,9-et. Itt megint csak egyedül arra kell ügyelni, hogy az egész rész alá kerül az egész rész, a tizedes rész alá pedig a tizedes rész, tehát a tizedes veszünk marad ugyanott, ahol volt is. És itt mi szükség szerint nyugodtan föltölthetjük nullákkal, az nem változta semmit az értékén, és akkor 3-ból 0 az 3, 4-ből 0 az 4, 5-ből 0 az 5, és akkor 6-ból, mivel nem tudunk elvenni 9-et, ezért először is innen elveszünk egyet, és akkor itt lesz 6, itt pedig 16. 16-ból 9 az 7, és itt pedig, mivel 6-ból nem tudunk kivonni 8-at, ezért először is innen elveszünk egyet, és 16-ból 8 az 8, 3-ból pedig 0 az 3. Tehát a két számnak a különbsége az 38,7543 ezred. Ezzel be is fejeztük a feladatot. A harmadik feladatunk a múltkorhoz hasonlóan egy piramisos feladat lesz. Csak ebben az esetben nekünk a felső kockában mindig az alsó kettő számnak a különbségét kell írni. Tehát itt is indulunk legalulról, és akkor a 121,2-ből nekünk ki kell vonni 54,357-et. Itt mit látunk? Nincs elég számjegyünk, tehát akkor azt nyugodtan föltölthetjük nullákkal. És akkor itt nullából 7-et nem tudunk kivonni, tehát rögtön innen el kell venni egyet, és akkor itt lesz 10, abból, hogyha elveszünk egyet, marad 9, és akkor 10-ből 7 az 3, 9-ből 5 az 4, itt 1-ből 3-at nem tudunk elvenni, tehát akkor rögtön innen kell, és akkor itt marad 0, itt pedig 11. 11-ből 3
az 8, nullából 4-et nem tudunk kivonni, tehát innen elveszünk 1-et, és akkor ott pedig lesz 10. 10-ből 4 az 6, itt 1-ből 5-öt nem tudunk elvenni, tehát akkor utána írjuk ezt az 1-est, és 11-ből 5 az pedig 6. Tehát a kettőnek a különbsége 66,843. Ezután vesszük a következő két számot, tehát 54,357-ből ki kell vonni 32,95-öt. Hétből, hogyha nem veszünk el semmit, akkor marad 7, 5-ből 5 az 0, itt 3-ból 9-et nem tudunk kivonni, tehát akkor először is elveszünk innen 1-et, és akkor lesz 13. 13-ból 9 az 4, itt 3-ból 2 az 1, 5-ből 3 az pedig 2, tehát a két számnak a különbsége 21,407 ezred. És akkor vesszük még az utolsó kettőt, tehát 32,95-ből ki kell vonni 21,99-et. Itt 5-ből 9-et nem tudunk kivonni, tehát rögtön elveszünk innen 1-et, akkor itt marad 8, itt pedig lesz 15. 15-ből 9 az 6, itt 8-ból 9-et nem tudunk kivonni, tehát innen elveszünk 1-et, és akkor itt lesz 18. 18-ból 9 az 9, 1-ből 1 az 0, 3-ból 2 az pedig 1. Tehát a két számnak a különbsége 10,96. És ezzel meg is kaptuk a második sornak az utolsó számát is, tehát rátérhetünk a harmadik sorra. Itt mit látunk? Először is a 66,843-ból ki kell vonni 21,407-et. Mivel nekünk ugyebár itt az első számunkban föl is van írva, rögtön aláírhatjuk a 21,407-et is, és megyünk sorba. 3-ból 7-et nem lehet kivonni, tehát akkor innen elveszünk 1-et, akkor itt lesz 3, itt pedig 13. 13-ból 7 az 6, 3-ból 0 az 3, 8-ból 4 az 4, 6-ból 1 az 5, 6-ból 2 pedig 4. Tehát a két számnak a különbsége 45,436. Ezután kiszámoljuk még a másik két számnak is a különbségét, tehát a 21,407-ből kivonunk 10,96-ot. Itt, hogyha nincsen semmilyen számjegy, akkor szükség szerint nyugodtan odaírhatunk egy nullát. 7-ből, hogyha nem veszünk el semmit, akkor marad 7, nullából 6-ot nem tudunk kivonni, tehát akkor először is innen elveszünk 1-et. Itt marad 3, itt pedig lesz 10. 10-ből 6 az 4, 3-ból 9-et nem tudunk kivonni, ezért először is innen elveszünk 1-et, akkor itt marad 0, itt pedig lesz 13. 13-ból 9 az 4, itt 0-ból 0 az 0, 2-ből 1 az pedig 1. Tehát a két számnak a különbsége 10,447 ezred. És a piramis csúcsához nekünk ezt a két számot kell még kivonni egymásból, tehát a 45,436-ból kivonunk 10,447-et. Megyünk sorba, 6-ból 7-et nem tudunk kivonni, tehát először is 3-ból elveszünk 1-et, akkor itt marad 2, itt pedig lesz 16. 16-ból 7, az 9, itt 2-ből 4-et nem tudunk kivonni, tehát először is elveszünk innen 1-et, és akkor itt lesz 12. 12-ből, hogyha kivonunk 4-et, akkor kapunk 8-at, itt 3-ból 4-et nem tudunk elvenni, ezért először is 5-ből elveszünk 1-et, akkor itt marad 4, itt pedig lesz 13. 13-ból 4, az 9, ezután kirakjuk a tizedes vesszőt, és akkor 4-ből 0, az 4, 4-ből 1, az pedig 3. Tehát a két számnak a különbsége 34,989. És ezzel be is fejeztük a feladatunkat. Tehát a következő feladatunk az, hogy a 105,16 és a 47,3 összegéből vont ki a két szám különbségét.
Tehát itt először is meg kell határozni a két számnak az összegét. Tehát a 105,16 és a 47,3-nak az összegét, és ezeknek az összegéből ugyebár ki kell vonni a két számnak a különbségét. Tehát itt nekünk ugyebár mivel először is az összeget és a különbséget kell kiszámolni, ezért célszerű, hogyha azokat rögtön zárójelbe rakjuk, és akkor itt pedig ugyebár keressük a két számnak a különbségét. Itt szokás szerint nyugodtan leírhatjuk a két számot egymás alá. És akkor 6 meg 0 az 6, 1 meg 3 az 4, 5 meg 7 az 12, marad az 1, 1 meg 4 az 5, 1 meg 0 az pedig 1. Tehát megkaptuk, hogy a két számnak az összege az 152,46. Ebből kell kivonni a két számnak a különbségét, amit akár most rögtön ki is számolhatunk. Tehát 105,16-ból ki kell vonni 47,3-at. 6-ból, hogyha nem veszünk el semmit, akkor az marad ugyanúgy 6, itt 1-ből 3-at nem tudunk kivonni, tehát akkor itt lesz 4, és akkor ide hozzáadunk egyet, 11-ből 3 az 8, 4-ből nem tudunk elvenni 7-et, tehát először is innen elveszünk egyet, akkor itt marad 9, itt pedig lesz 14. 14-ből 7 az 7, a tizedes vesző, attól függetlenül marad ugyanott, ahol szokott is lenni, 9-ből 4 az pedig 5. Tehát a két számnak a különbsége 57,86. És mit látunk? Nekünk lényegében ennek a két számnak a különbsége kell. Tehát itt akár rögtön ki is tudjuk számolni, 152,46-ból ki kell vonni 57,86-ot. Hatból, hogyha kivonunk 6-ot, marad 0, 4-ből 8-at nem tudunk elvenni, tehát először is innen elveszünk egyet, és akkor itt lesz 14, abból, hogyha kivonunk 8-at, marad 6, 1-ből 7-et nem tudunk kivonni, tehát először is innen elveszünk egyet, és akkor itt lesz 11, itt pedig marad 4. 11-ből 7 az 4, 4-ből 5-öt nem tudunk kivonni, ezért először is ugyebár utána írjuk azt az egyet, 14-ből 5 az pedig 9. Tehát a két számnak a különbsége az 94,6 tized. Tehát itt, hogyha nekünk nulla van a végén, akkor azt nem fontos utána írni, tehát elég, hogyha tudjátok, hogy ez a 94,6 az ugyanannyi, mint a 94,60. És ezzel be is fejeztük a feladatot. Az utolsó feladat pedig az, hogy egy liftbe beszállt két kislány és egy néni. A kislányok közül az egyik 40 kg-os, a másik 1,45 kg-mal könnyebb. A néni pedig 65,5 kg-os és a kezében egy 8,725 kg-os aktatáskát tartott. A kérdésünk pedig az, hogy hány kg-mal terhelhető még a lift, ha a teherbírása 300 kg. Itt megsúgom nektek, hogy először is ugyebár meg kell határozni a két kislánynak a súlyát, tehát házi feladatra nyugodtan felírhatjátok, hogy az első kislánynak a súlya az 40 kg, és akkor innen ki tudjátok számolni a második kislánynak a súlyát, úgyhogy a 40-ből kivonjátok azt az 1,45 kg-ot. Tehát itt először is a 40 kg-ból elveszitek majd azt az 1,45 kg-ot, akkor meg fogjátok kapni a második kislánynak is a súlyát, és a harmadik esetben pedig ugyebár a néniné, pedig tudjuk, hogy ő 65,5 kg-os,
ahhoz kell még nekünk lényegében hozzáadni a táskának a súlyát, amit tudjuk, hogy 8,725. És hogyha kiszámoljátok ennek a kettőnek is az összegét, akkor utána nektek a liftnek a teherbírásából, tehát a 300 kg-ból ki kell vonni 1. kislány és a 2. kislány súlyát, a tömegét, valamint a néninek a tömegét az aktatáskával. És ezzel meg fogjátok kapni, hogy emellett még mekkora tömeget terhelhető a lift. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna mára.